Tegnap mondtad, hogy nem voltál felkészülve hirtelen arra, hogy mikor járt a Fradi utoljára döntőben. Az, hogy mikor nyerte meg ezelőtt utoljára, az megvan? Megmondom, ezt nagyon jó segítőim vannak, és egy picit súgtak 25 éve, de ugye itt az elmúlt pár napban azért lehetett ezt olvasni, szóval ezt a számot már tudtam. Azért nem gondoltuk, hogy ez a mai napon ezt a sorozatot újra el tudjuk kezdeni, hogy Magyar Kupa győztesek vagyunk, vagy a 25 évet lezárni. Természetesen abban bíztunk és tudtuk nagyon jól, hogy ki fogjuk adni a maximumot, de tényleg ez szinte hihetetlen. Az kellett ez, hogy a srácok ilyen melót rakjanak le a jégre, elképesztő. Nagyon szépen köszönjük a gratulációt az egész csapat nevében. Nagyon nagy melót tettünk bele ezen a hétvégén, talán azt mondom, mióta én legalábbis a csapattagja vagyok, azt mondom, hogy ez tényleg egy nagyon komoly fegyvertény, hogy meg tudtuk nyerni a Magyar Kupát. Még egyelőre dolgozgatjuk fel a történteket, és természetesen nagyon boldogak vagyunk. Azt gondolom, hogy nagyon jó kis mérkőzés volt, legalábbis a padról nézve, remélem ezt kívülről is ezt így lehetett érezni. Ahogy mondtam, ugye a augusztus 31-i szuperkupához képest tényleg egy sokkal élesebb, keményebb, gyorsabb meccs volt. Még ezt mondom, elképesztő, hogy egy két nap alatt két ilyen erős csapat ellen helyt tudunk állni, és meg tudjuk nyerni ezt a Magyar Kupát. Ez azért mindent elárul. Tulajdonképpen ilyen külsősként érkeztünk ide a hétvégére. Bátran kijelentettem, hogy mi voltunk a negyedik számú csapata a hétvége folyamán papírforma alapján. De erre jó a papírforma, hogy felborítsák, úgyhogy ez egy tényleg egy nagyon, nagyon komoly fegyvertény, hogy a Szlovák Extraligában játszó Maccot és az ebben vitézkedő Fehérvárt címvédőt két várra tudtuk fektetni. Azt gondolom, és szerencsére azért sok pozitív jele volt ennek is a szezonban. Sikerült mindig a csúcsformát kiegyezni azokra a dolgokra, amikre kiszerettük volna. Ugye ez a szezon teljesen más, mint a tavaly, itt azért sokkal több csúcsformát kell elérnünk. Gondolok az olaszországi kontinentál kupára, a dániai kontinentál kupára, azt gondolom, rendkívül jól helyt álltunk, és most a Magyar Kupára. És mindenhova sikerült úgy odajönni, hogy tényleg csúcsformában vagyunk. Szeretnénk ezt tovább csinálni, de mind a három kupára. Annyi volt a kérés a srácoknak, hogy csak adják ki a magukból, amennyi bennünk van, és szívvel, lélekkel, tradíciával küzdjenek. Ugye szerencsére így a szezon során egyre több néző is csatlakozott hozzánk most is. A nézőink hazai pályát tudtak itt teremteni nekünk Miskolcon, és mindig azt mondom, hogy ilyen nagy sikereteket együtt lehet elérni, és megint csak azt mondom, hogy együtt sikerült elérni. Szóval szoktam mondani, hogy ezek vagyunk mi, ez a Ferencváros, ez megint megállja a helyét, azt gondolom. A második éve vagyok a csapatkapitánya a Fradiban, és úgy egyébként Tuzánban összességében. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hibáztam még, rengetegszer hibáztam. De szerencsére olyan csapattársaim vannak, akik segítenek akkor is, hogyha valami utaságot csinál az ember esetleg, vagy nem értenek vele egyet, akkor nyilván ezt jelzik. Úgyhogy nagyon jó a csapat kohéziónk, és így könnyű a C-betűt viselni. Nagyon szépen köszönjük a szurkolóinknak. Eszméletlen volt így játszani, tulajdonképpen mindkét nap hazai pályán varázsoltak nekünk, úgyhogy le a kalappal előttük, és ez egy közös siker volt.